A Belgrádi Egyetem jogtudományi karának diákjai napközben a fővárosban felvonulást tartottak a hágai nemzetközi törvényszék felmentő ítéletei ellen. A hallgatók a parlamenttől azt kérik, hogy rendkívüli ülésen egy határozatban ítéljék el a hágai döntéseket. Belgrádi társaikhoz Koszovszka Mitrovicai, Újvidéki, Kragujevaci és Nisi diákok is csatlakoztak. Olyan igazságtalanság ellen tiltakoznak, ami az egész államot érinti, mondja ez a hallgató. A körülbelül 1000 főt számláló tömegben ott volt Nikola Selaković, igazságügyi miniszter is, nem csak állami tisztviselőként. Dolazim kao neko koje studirao na pravnom fakultetu, neko koje radio na pravnom fakultetu, dolazim kao građanin Srbije, koga je zabolela nepravda, koja ovih prethodnih 10-15 dana doživljava svoju kulminaciju i ono što se bojim, ako ne dignemo glas, doživljavaće je sve više i više. A köztársasági képviselőházban a hallgatók küldöttségét Nebojsa Stefanović, a parlament elnöke fogadta. A hallgatók petíciót nyújtottak át a házelnöknek, amelyben rendkívüli parlamenti ülés összehívását kérik.